Ez a műsor történetének eddigi legnehezebb kritikája, mert megtaláltam azt a könyvet, melyet egyrészt teljes szívemből megvetek és gyűlölök, másrészt valahol csodálom. Lev Grossman, a Varázslók, avagy The Magicians című regénye, a hipster irodalom újüdvös kéje és ékes példája annak, hogy miért is rossz az, ha egy szép irodalmi író fantasyt ír. A marketing pedig megpróbál többebből elláttatni a kész regénybe, mint ami valójában. A történet főszereplője Quentin Coldwater. Egy átlagos New Yorki fiatalember, akinek bár mindenem megvan, ami az élethez szükséggel tetik, mégis elégedetlen, motiválatlan. Egyszer csak felfedezi, hogy van New Yorknak egy titkos kerülete, ahol a Breakbills Akadémia található. Egy egyetem, ahol mágiát tanítanak és az arra fogékony fiatalokat kiképzik. Quentin titkolt álma válik valóra, amikor ráébred, hogy létezik mágia, nem csak szemfényvesztő bűvész trükkök képében, hanem tényleg igazán. Olyan varázslat, melyet eddig csak kedvenc fantasy sorozatában, a Filloriban láthatott. Quentin bejut, elsajátítja a mágiát, barátokat szerez, és hasonlókon megy keresztül. A történet második felében ébred rá, hogy Fillori világa valójában létezik a miénkkel párhuzamosan. A történet eddig olyan, mint egy Harry Potter és egy Narnia fúzió, ugye? Hát igen, mondhatjuk, hogy az is, csak kiegészül még pár aprósággal, depresszióval, droggal, szexualitással és álomtiprással. A Varázslók azzal kívánta felfrissíteni a fantasy témáját, hogy lerombolja az azt körbevelő eszképizmust. A realista irodalom stílusával így felnőtt íválásról szóló trilógiává nőve ki magát. Ez mind szép és jó, csak van vele négy ordas nagy probléma. Nincs eszképizmus, melyet le kéne rombolni. Ez most furcsán fog hangzani, de az fantasy sosem az eszképizmusról szól. Nem azért teremtették meg az alkotók a zseniális világaikat, hogy aztán ebbe az olvasó beleőrüljön és belevesszen. Nem. Erre majd még később kitérek. De most maradjunk a témánál, és vegyük elő azt a kettő regénysorozatot, amire Grossman építkezett, a Harry Pottert és a Narniát. A Harry Potter és a Bölcsek könyvében van egy jelenet, amely pont, hogy ezt az eszképizmust támadja meg. Dumbledore beszél Harrynek Edevis tükréről. Felolvasom ezt a részt. A tükör holnap új helyre kerül, és arra kérlek, ne indulj többi a keresésére. Ha úgy adódik, hogy viszont látod, most már tudod, mire számíts. Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat, és közben elfelejt élni. Ezt jól vésd az eszedbe. Vagyis maga Dumbledore, mint az írónő hangja, elmondja azt, hogy ez nem a valóság, nem az a fajta élet, amit a tükör, vagyis az eszképizmus megad nekünk. Az átver minket. Nem a Harry Potter könyvsorozat veri át az embert, nem, hanem az álmoknak a valósággal való összetévesztése. Ami pedig a Narniát illeti, azon kívül, hogy van benne egy-két alapból nem gyerekes pillanat, például amikor Peter lefejezi az ellenséget a Caspian hercegben, a csata közben, viszont éppen ezek a könyvek azért érdekesek, mert hogy végződnek, a gyerekek visszatérnek a valóságba. Hiába lesznek, hősök lesznek, meg minden, de az nem az ő életük. Nem az az ő igazi helyük, hanem a valóság. Kikapcsolódni, gyakorlatilag kikapcsolódni és kalandozni mennek Narniába, de nem abban élnek, és ezt ők is tudják. Narnia nem az ő otthonuk. A valóság az, ahová ők igazából tartoznak. Vagyis se a Harry Potter, se a Narnia nem eszképista. Egy interjúban Grossman azt mondta, hogy ő mély csalódásként élte meg azt, hogy a Harry Potter és a Narnia nem készítették föl őt az élet sötét oldalára, a felnőtté válásról járó nehézségekre. Hát talán mert erre a szüleidnek kellett volna felkészíteniük? Kedd már a könyvekre, hogy nem nőttél föl normálisan, az íg áhagyom meg. Második pont, a regény nem működik fantasyként. A fantasyben az a csodálatos, hogy a címadó fantázia az, amiből táplálkozik, amit felhasznál. Az embernek a saját képzeletéből kell megteremtenie a világot. Ahol a történet játszódik, amit szintén megreál, ahol a karakterek élnek, amit szintén megreál, kultúrák, azok egymásra hatása, mesék a mesében. Ez, hogy működjön, hogy egy működőképes egész világot teremtessen egy fantasy író, ahhoz elképesztő sok munka kell, és ez az, ami a fantasynek a legerősebb tulajdonsága. Az, hogy az író gyakorlatilag megteremt egy alternatív valóságot, ami, ha kellőképpen működik, akár valóban egy velünk párhuzamos világ is lehetne. Na, Grossman bácsi leszarja. Grossman bácsi fogott két már ismert világot, és azért merem megfogalmazni, hogy már ismert világot, mert utalnak a szövegben többször is a Harry Potterre, például amikor beszól az egyik karakter, amikor játszanak ilyen labdajátékot, hogy Quidditch-elni mennek, és
Ezért merem kijelenteni azt, hogy Grossman ellopta ezt a kettő világot. Fogta a Narniát, fogta a Potter világot, ezeket összerakta, csak persze átnevezte őket, hogy lehessen szerzőjogi dolgok miatt beperelni, és ezeket kent el a saját realitásával. Most lehetséges, hogy szigorúnak tűnök ezzel, hogy ugyan, de hiszen ő a mondani valót és a karaktereket helyezte előn, bár ezért igazán nem támadhatom őt, de igen, mert az a kibaszott valóság, amit megteremt, nem működik. Breakbills az legelbaszottabb intézmény, amit valaha láttam. De komolyan, milyen az már, hogy egy iskola kigépez egy csomó varázslót, aztán kiengedi őket az életbe? Hogy, ja egyébként azt csináltok, amit akartok, mehettek nyugodtan. És ezek a gyerekek elkezdik gyilkolászni a népet, és ezek elképesztő szörnyűségeket tesznek, elpusztítják a világot, akkor mi lesz, ha az intézmény nem vállalja a felelősséget a bekövetkezett károkért? Nem terhelhető semmilyen felelősségre vonással? Semmi, abszolút. Most komolyan gyerekek, képzeljétek már azt a szituációt, hogy van egy intézmény, ami kiképez egy csomó potenciálisan veszélyes figurát, és ezeket nem felügyeli semmi. Csak úgy kiengedi őket a nagyvilágba, hogy mintha most érettségiztek volna, hogy csináltok, amit akartok? Hát, hogyha valóságban élnénk, akkor több lehetséges dolog történne, de szerintem az történne, hogy ezek a karakterek egymásnak esnének, szétgyilkolna egymást egy jó oldal, egy rossz oldal, középen lenne egy olyan oldal, ami leszarja az egészet, akkor megint lenne egy olyan varázsló ág, ami mind a kettő oldal repusztítását szorgalmazza, és olyan léteznének ugye emberek, akik hülyen szolgálják ezeket a varázslókat, emberek, akik a varázslók ellen harcolnak, tehát gyakorlatilag az egész világ egy anarchiába fulladt, sötét birodalommá válna. Ha a varázslók világa Ön Grossman idézőjelesen megteremtett, a mi valóságunk lenne a mi realizmusunk. Pedig van benne potenciál. A felvételi vizsga Breakbills-be nagyon jól ki van találva. Az a feladatuk a diákoknak, hogy ki kell találniuk egy fiktív nyelvet, és arra egy már meglévő angol szöveget át kell ültetniük. Ez nagyon szuper ötlet volt, és vártam a következő ugyanilyen remek ötletet, és nem jöttem. A másik nagy hiba egyébként, amihez kapcsolódik valamennyire, az, hogy szorul van megírva. Nem tudom, hogy a magyar kiadásban mennyire sikerült fölhúzni Grossman stílusát, de én angolul olvastam, és katasztrófa. Még ületlenül sem mesélős, nem gördülékeny, száraz, az írónak mintha nem lenne saját hangja. Én megdöbbentem, hogy ez az író ekkora sikereket tudott elérni úgy, hogy közben gyakorlatilag nem is tud normálisan írni. A magyar kiadás valószínűleg fölhúzta az ő technikáit, mert a szövegben nem tapasztaltok az olvasók ilyen jellegű hibákat, amiket én az angolban, de katasztrófa, Jézusom, rég láttam már ennyire száraz, ennyire lélektelen fantasy írományt. Várjon csak? Nem, még egyáltalán nem láttam ilyen szarul megírt fantasyt. Harmadik pont, ezerszer körbejárt témája van. A varázslók azokról a fiatalokról szól, akik kiléptek az iskolapadból, és most kéne rálépniük a felnőtté válás rögös útjára. Megtalálni életük célját, valóra váltani az elképzeléseiket, csak hogy erre az iskolában senkit nem tanítanak meg, ez egy olyan út, amit mindenkinek saját magának kell kiköveznie, keserves munka árán, és ezt, hogy az élet, amiben eddig éltél, véget ért, és most hirtelen minden neked kell csinálnod, neked kell a saját magad urává válnod, nagyon nehéz, és nagyon kevesen tudják nagyon jól feldolgozni a dolgot. Rengetegen beleörülnek ebbe, és úgy járnak, mint Quentinék, akik lezüllenek, isznak, drogoznak, kefélnek, hogy a nagy boldogság helyett pillanatnyi, rövid távú boldogságotnak tűnő dolgokba menekülnek, például kiüssék magukat, visszakerüljenek abba az álomvilágba, amiben eddig éltek. Ezéként egy reális probléma, hiszen a gondolatok csak bele. Mennyi fiatal koppanhat, amikor kiköltözik külföldre, mert azt hiszi, hogy ott neki nagyobb babérterem, neki ott jobb lesz, aztán rájön, hogy hoppá, ott sincs kolbászból a kerítés. Tehát az ilyen jellegű megnyilvánulások ellen kampányol a varázslók, egész ügyesen. Ez jó, ez működik a regényben. Csak hogy az a baj, hogy Grossman nem tudta ezt a témát úgy bemutatni, hogy az újító legyen. Rengeteg könyv készült már el, ami ugyanilyen fajta fiatalokról szólt, mint Quentinék, és gyakorlatilag ugyanazt csinálták, ugyanazokon mentek keresztül, és ugyanoda jutottak. Már magyar és angol szász irodalomban is rengeteg ilyen példát találunk, és azokhoz képest nekem a varázslók nem mutatott semmi újat. Sőt, igazából mi, hogy ezt már rengeteget láttam, ezt a fajta leépülést, diplomaosztó után, ezért nekem még kifejezetten sablonosnak is tűnt. Egyfajta kötelező kelléknek. Ha pedig most az újító akar lenni, hogy nem diplomások, hanem varázslók épülnek le éppen erkölcsileg, akkor azt kell mondanom, hogy kap be a faszt.
Ez ugyanis nem egyediség. Hiába döntesz úgy, hogy egy járda jobb oldaláról áttérsz a balra, és inkább azon keresztül mész haza, attól még így is úgy is hazajutsz. Csak azért, mert Smörlingnek nevezed a rókát, attól még nem leszel egyedi. Attól az még róka marad. Csak hogy egy másik példával éljek. Azok számára pedig, akik ebben a helyzetben vannak, mint Quentinék, hogy csalódtak az életben, hogy depresszióba zuhantak, hogy a tökük tele van mindennel, azoknak szeretnék én magam adni egy jótékony tanácsot. Mert el akarom mondani, hogy én hogy éltem meg ezt az időszakot, nekem milyen volt. Amikor vége volt a gimének, elmentem vagyonőrnek. Nem nagyon érdekelt, de szerettem volna pénzt szerezni a családomnak, hogy tudjuk miből fizetni a költségeket, a számlákat, meg a heti kiadásokat. Ezt követően rájöttem fél év múlva, hogy ez nem az én hivatásom, mert érdekes módon a munkahelyek sorra szűntek meg, ahová fölvettek volna, meg vagy ahová fölvettek, egyfajta jelzésként fogtam föl, hogy ez nem az én utam. Ezt követően elmentem újságírónak. Ezt már élveztem, itt már otthon éreztem magam, és megvolt bennem az a naív kép, és ennek semmi köze a fantasy eszképizmusához, ez annak van köze, hogy megígérték a munkahelyen, hogyha tetszik, akkor maradhatok. Szóval békésen megcsináltam, rendesen, jó eredményekkel megcsináltam a vizsgámat, újságíró lettem, legalábbis papíros újságíró, és akkor jött a fekete leves, hogy hoppá, mégse kell lesz nekünk. És ezt óriási csalódásként éltem meg, tehát depresszióba zuhantam, meg akartam halni, a munkák, amikre jelentkeztem, önéletrajzot küldtem, nem sikerültek, nem vettek föl, meg semmi, a tököm ki volt mindennel, és szépen lassan rájöttem valamire, hogy én nem akarok az az ember lenni, ami felé én közelítek. Én nem ilyen akarok lenni, én másmilyen akarok lenni. És aztán elkezdtem annak az ellenkezőjét csinálni, amitől féltem. És ezt tudom nektek is tanácsolni, kedves hallgatóim, hogyha nem tudjátok, hogy mik akartok lenni, ha nem vagytok benne biztosak, hogy nektek mit jelölt ki a sors, akkor fogjátok magatokat, nézzetek magatokba, jó mélyen, és lássátok meg, hogy mik nem akartok lenni. Mi az, amitől féltek, hogy válhattok? Ha ezt már tudjátok, akkor már több dolog van a kezetekben, mint amennyi előtte volt. És utána kezdjétek el úgy építeni az életeteket, hogy ne váljatok azzal az emberré, amitől féltek, hogy válhattok. És így már sokkal könnyebb lesz, higgyétek el. Én is így jutottam el addig, hogy nektek videót kell gyártanom, így jutottam addig, hogy végül legyen egy barátnőm, akit nagyon szeretek, ezután is üzenem neki. És nem mondom azt, hogy tökéletes az élettel, nem mondom azt, hogy minden egyenes, hogy nem történhet bármikor baj, de optimistább ember lettem, sokkal, mint amilyen azelőtt voltam. Sokkal kerekebbnek érzem az életemet, és nekem ez a módszer bevált. És szeretném, hogyha ebből a depressziós korszakából a lehető legtöbb ember kigyógyulna. Na, de térjünk vissza a regényhez. Nincs olyan, hogy realista regény. Ezért a varázslók sem lehet realista. Ezt egy idézettel tudom megmagyarázni. Felolvasom. A Sötét Torony 7. részéből származik. Jake. Korábban is találkoztam mesélőkkel, és legtöbbjüket ugyanabból a fából faragták. Azért mesélnek történeteket, mert félnek az élettől. Ez azért fontos, mert a valóság, legalábbis az a valóság, melyet az olvasó szeretne látni, alapokról visszaköszönni, nem leírható, nem ábrázolható. Minden író úgy ír a valóságról, hogy ő látja, ahogy ő megélte, ahogy az ő ismerősei megélték, vagy ahogy ő olvasott róla. Ez pedig ütközhet mások élettapasztalataival, akik szerint máshogyan fest a valóság. De ettől lesz szubjektív, személyes élmény a regény írása. Szereplőid belőled születnek, bizonyos részig a te érzéseidet, a te mondani valódat közvetítik, míg akkor is, ha történelmi regényt írsz valós személyekkel. Az írók akaratokon kívül talán, de minden egyes a valódi világban játszódó regényükkel valójában némileg módosítják a valóságot a fantáziájukkal. A valóságot csak a valóság tudja utánozni. Emberi elme nem képes leírni a valóságot, csak kiszínezni azt. A könyv üzenete fontos. Az eszképizmus felnőtt korra átterjedése valóban veszélyes, csak az a baj, hogy rossz van a lehető legrosszabb forrást, a fantasy irodalmat használta fel hozzá, hogy bemutassa. Sokkal jobb lett volna a regény, ha a klasszikus Disney rajzfilmek toposzait használja fel hasonló célokra. Azok ugyanis jóval közelebb állnak ahhoz a fajta eszképizmushoz, meg befolyásolhatják az emberi fejlődést.
Olvasni általános iskolás korunkban kezdünk el, de rajzfilmeket már óvodás korunkban is nézhetünk, ezért nagyobb hatást tudnak ránk kifejteni. Gondolok itt például arra, hogy a kislánykorukban a kis hölgyek mind hercegnők vagy barbik szeretnének lenni, a pasi idájuk pedig csak a tökéletes, gazdag és jóképű herceg lehet. Ez pedig, higgyétek el, veszélyesebb, mint az, hogy néha elkalandozunk egy-egy fantasy világba. Tudjátok, milyen boldogtalan élet vár azokra a lányokra felnőttként, akik nem nőnek ki a mesékből? Akik várják, hogy Mr. Töké felbukkanjon és koppannak aztán, hogy ő nem is létezik? Kb. Ugyanolyan, mint azok a fiúk, akik tényleg elhiszik, hogy a világ legdögösebb nője, majd teljesen véletlenül beléjük botlik, és kélyesen rájuk veti magát, mint valami rossz pornófilmben. A valódi álomvilágot, az áltökéletességet a média gerjeszti az emberekben, nem a fantasy. Ha Grossman komolyabban belásta volna magát a témába, akkor ezt észreveszi, és inkább ebből kanyarít regényt. Vagy mégsem? Lehet, hogy az egész a varázslók csak egy jól felépített marketing bomba? Nos, az könnyen lehet. Kihasználva szakmám, ami újságíró, csak úgy, mint Grossmané, nyújtotta a tapasztalataimat, igyekeztem minél többet kideríteni erről a fószerről. Nagyon nem tűnt fantasy szerzőnek se a külseje, se a mentalitása alapján. Korábban már írt két regényt, a Warpot és a Codexet. Ebből az utóbbi kellőképpen fogyott, előbbi pedig csúnyán megbukott. Ennek a témaválasztás lehet az oka, hiszen az első könyv az abhegyező újraírása, melyből később kinőtt a varázslók. A második pedig egy történészeti leletekért folytatott küzdelmes thriller. Mindkét regénynek főse ugyanolyan diplomaosztás utáni depresszióban szenvedő boldogságkereső fazon, mint Quentin, és mindkettő könyv rengeteg negatív kritikát gyűjtött be. A Warp 97-es megjelenése után Grossman Amazonon csekkolta az olvasói visszajelzéseket, és csak egy haverjától kapott pozitívat. A többi olvasó kegyetlenül leírta a nem tetszését, ez pedig annyira felbasszantotta az akkor 28 éves Grossmant, hogy kamu felhasználó neveket gyártott magának, és álnéven posztolt a kritikák alá könyvét dicsőítő megjegyzéseket. Jó, amikor az első novelláimat oltották szarrá, én is vérszemet kaptam, de ez azért már túlzás. Azóta persze már leírta, aki egy 99-ben posztolt eszéjében, hogy sajnálja a történteket, de ez a tanulságos felfedezés segített összefűzni a szálakat. Egy másik megnyilvánulására is felkaptam a fejemet, melyet a könyves blogon megjelent interjúban találtam. Idézem. Ráadásul most rengeteg pénz van a fantasyben, több, mint a science fictionben. Ha valami bejön, akkor az irtózatosan hatalmasat szól. Ez azért érdekes, mert felidézett bennem egy régebben olvasott interjút Steven Erikssontól. Erikssont, aki a legendás Malazai Bukottak regélye sorozatot jegyzi, egyszer megkérdezték, hogy vetétársként tekintett George R.R. Martinra. Ő erről úgy nyilatkozott, hogy a fantasy rajongók nagyon befogadóak tudnak lenni, ha a sorozatokról van szó. A rajongók nagy része ugyanis nem csak egy sorozatra van ráállva, így egyszerre olvasnak több sorozatot. Aki tehát kedveli a tűzérség dalát, az nagy eséllyel olvassa majd a Malazai Bukottakat is, és fordítva. Ezt én is megerősítettem, mert sok kemény vonalas fantasy olvasót ismerek, és mindegyiküknek elég szép sorozat kollekciója van. Grossman kijelentése egyébként magyarázatot ad arra is, hogy lehetséges az, hogy az elmúlt pár évben sok szép író fordult a fantasztikum felé. Azért, mert ebben több a siker lehetősége. És ezt Grossman is felismerte. Kétszer írt regényt ugyanazokkal a problémákkal, ugyanazokkal a főhős típusokkal, de megbukott, és az ötletén nem tudott túllépni, nem fogta föl, hogy erre a könyvre senki nem kíváncsi. Így végül lehatározta azt, hogy akkor ír egy fantasyt, mert az fix, hogy megveszi egy csomó ember, és mivel sok ismert újságnak dolgozott már, többek között a Timesnak is, a marketing gépezet és a szakma mögé állt. Az eredmény? Hát, a fantasy tábor jelentős része gyűlölte ezt a könyvet. Érdemes elolvasni a Goodreads-en található értékelések jelentős részét. Tökéletes snob könyv lett belőle. Rajongói között sok zsáneren kívül itt snobot és hipster találhatunk, ha pedig rühelled, akkor egy szűklátókörű eszképizmusban menekült takonypóc vagy, akit nem érdekel a valódi irodalom. Ja, mintha az én hibám lenne, hogy ezt a kicseszett könyvet, ami nem működik fantasyként, a fantasy piacára dobták és fantasyként próbálták marketingelni. Grossman kihasználta a fantasy zsáner befogadó képességét, lenyúlta két szuper író ötletét, majd egyszerűen kifargatta azokat, és így lett a csokkább a varázslók.
És mielőtt még meg lenne a negatív véleményed rólam, kedves hallgatom, hogy én csak be akarom őt sározni, és irigy vagyok a sikereire, akkor elmondok neked egy dolgot. Nem szeretem, ha hülyének néznek. És elárulok neked egy szakmai titkot, minden újságírót kiképeznek az írásos hazugságra. Hasznos, ha úgy kell írnod valamiről, hogy nem értesz hozzá, és nem hagynak időt utána nézni. Grossman kijelentése, mely szerint 17 évnyi fikcióírás után döment el hirtelen, hogy ő fantasy írónak született, és elrenged következtetni, hogy ez nem több, mint egy átverés. Azok, akik ma aktívan fantasyt írnak, és a szakma nagyjai között vannak számon tartva, gyerekkoruk óta írnak fantasyt. Korábban már elmondtam, hogyan lehet valójában fejleszteni a tematikát, és ehhez bizony sok-sok éves tanulmányozás szükséges, hogy az ember képes legyen hozzáadni érdemben a nagy egészhez. Összegező hát a varázslók tipikusan az a könyv, melynek nagyobb a füstje, mint a lángja. Nem feltétlenül übergyalázatosan kotványfostos, de hát messze van az újító szellemiségű mesternőről. Vannak benne jó ötletek, melyeket az író később kisemmiz, a szereplők idegesítően hétköznapiak, mondani valója pedig agyonkoptatott. Én személy szerint 3 pontot adok rá az 5-ből, és akkor még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon objektív voltam. Ha szubjektív lettem volna, a seggem ezzel törölném ki. Ha utáltad a Harry Pottert és a Narniát, meg az összes fantasyt, akkor ezt imádni fogod. Ha azonban szeretted az első kettőt, a mai napig kelmes nosztalgia jár át, ha meghallod ezeket a könyvcímeket, akkor nagyon-nagyon kerül már jó-jó messzire. Csak az a baj, hogy egyre nehezebb dolgod lesz, mert jövőre jön a televíziós sorozat, úgyhogy ezek után nehéz lesz elbújni előle. Zseniális. A sorozat most pihen egy kicsit, szeptemberben foglak titeket újra várni új bemutatókkal. Addig is, sziasztok! És ne olvassátok a varázslókat. Büdös!